Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, húsvéti örömmel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, itt gazdag réten a Szent Angyalok hajlékában, és ezzel a szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit is, akik velünk ünneplik a legnagyobb ünnepünket, a feltámadás ünnepét, húsvét vasárnapját. Első vasárnap is van, mely számunkra a helyi közösség ünnepe, így a mai szentmisét a hívő népért ajánlom fel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel, én végtem, nagy végtem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szentőtlen szűzmányát, az összes nagyokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok élettel, Urunkhoz, Istenünkhöz. Hirgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek. És a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged.
könyörögjünk. Istenünk, a mai napon egyszülött fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökké valóság kapuját. Krisztus Urunk föltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erejével, hogy új életre támadjunk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig, attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget. Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézus Szentlélekkel és hatalommal? Ő pedig, ahol csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta az Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus a mi életünk újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Ez az Isten igéje. Tiszta áldozatját, a hívek álma adját, bárány meghalt anyáját, és az által
legyen veletek. És a terekednek. Evangélium Szent János könyvéből. A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igéi. Áldunk néked, Krisztus! Kedves testvéreim, ünneplő közösség itt Gazdagréten, a Szent Angyalok hajlékában és a televíziók mellett. A lelkes tanítvány, a szeretett tanítvány, tudjuk jól, hogy János apostolról van szó. Látta az üres sírt és hitt. Vajon nem vagyunk-e oktalanok, akik ilyen szép számmal ma összegyűltünk húsvét szent ünnepén, hogy egy üres sír látványának köszönhetően mi is hívő emberek lettünk, és valami olyan dolgot állítunk magunk elé a hitben, amely éppen valaminek a nem látására épül, megtagadva a mi emberi természetünket, amely a kézzelfogható dolgokat, a tapinthatókat keresi, mindazt, amit látunk, hallunk, érzékszerveinkkel megragadunk. Egy másik apostol éppen ezt az embertípust mutatja be húsvét időszakában, a feltámadás után Tamás, aki érinteni akar, de János az üres sír látványára hisz. Mert megértették, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Jézusnak, az Isten fiának, aki értünk valóságosan emberré lett, aki mindent vállalt a mi emberi sorsunkból, és legyőzte a halált is emberi testében és természetében engedelmes küldetésének befejeztével. Ez a győzelem a húsvét titka. És ahogyan aranyszájú Szent János is hivatkozik erre, az apostolok elindulnak, olyan vállalkozásba kezdenek húsvét után, amely teljesen a fordítottja a szenvedés hete magatartásának, amikor elbújtak, amikor Péter tagad, amikor Júdás a főpapok kezére adja az urat. Tehát ezek a gyenge, és még a feltámadáskor is
bezárkózó apostolok nekiindulnak a világnak, és hirdetik, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ez a mi keresztény hitünknek az alapja, ez a mi keresztény hitünknek a lényege. Hányszor elmondom vigasztalásképpen itt alattunk, az altemplomban, amikor temetési szertartást végzek, hogy itt fönn a templomban, az oltáron, minden szentmisében hirdetjük a föltámadást, és ezzel nyerjük meg magunknak azt a lehetőséget, hogy nem kell szomorkodnunk, nem kell kétségbe esnünk az elmúlás láttán, mert nem a halálé a végső szó, hanem az életé a feltámadásé. Lehet-e ennél nagyobb örömhír? Nem egy ember valamilyen csalás miatt ügyeskedett, és valamiképpen elhíresztelte magáról azt, hogy föltámadt, hanem az Isten fia, aki itt volt köztünk, és valóságosan meghalt, mert a katona átszúrta az oldalát, és a halálát megállapította. Ő az, aki föltámadt a sírból, és megjelent az ő dicsőséges testében a tanítványoknak, és ezt a hitet, az üres sír látványát, és aztán a találkozás élményét, a feltámadás bizonyságát adják tovább a tanítványok az idők végéig, hiszen Jézus missziós parancsára elindulnak a világba, hogy hirdessék az örömhírt, hirdessék az evangéliumot, és meghívják az embereket Jézus Krisztus követésére, mert nincs senki más a világon, az Isten fián kívül, aki megadhatná nekünk az életet, a feltámadást, az örök boldogságot, ahogy ő mondja, senki nem juthat el az Atyához, csak általam. Mi tehát Jézus Krisztusra építjük az életünket, és a keresztény élet, a keresztény hit az egész emberségünknek, az emberi létnek az értelmét adja meg, nem kegyes hagyomány csupán, hogy a feltámadásra gondolunk, emlékezünk. Az is figyelemre méltó magyar népünk körében a szép, sok szép népi hagyomány, amelyet ilyenkor gyakorolnak, sokfelé, főleg családok, gyermekek, tojásfestés, locsolás, ezek mind olyan húsvéti hagyományok, amelyeket még a nem hívő vagy nem templomba járó testvéreink is gyakorolnak, talán nem is tudva azt, hogy mind a feltámadás jelképe, a tojás is, a tojásból kikelő új élet, a sziklasírból feltámadó Krisztus, a locsolás is, az újjászületés, a bűnbocsánat jele és emléke, de beleivódott a mi keresztény életünkbe ez a hit és ennek a szép ápolása különböző hagyományok alapján is. Mert tegyük hozzá, hogy a legfontosabb a feltámadás hitében az a személyes meggyőződés, hogy a saját életünk értelmét is felfedezzük Jézus feltámadásában, felfedezzük azt, hogy mi is életre vagyunk hivatottak, mi is fel fogunk egykor támadni. Ez a legnagyobb vigasztaló üzenete a húsvétnak. És vannak nehéz helyzetek, amelyek ugyancsak a feltámadás gondolatával oldódnak meg az életünkben. Vannak közösségi élmények, közösségi nemzeti sorsok, nem csak nekünk, minden népnek megvan a maga sorsa és történelme, de mi magyarok a keresztény múltunkra hivatkozunk, és erre építjük a mai életünket is. De gondoljunk csak arra, hogy a választott nép is a feltámadás ígéretében élte át a rabságból való szabadulását, a babiloni fogságból való hazatérését, a csontmező Ezekiel prófétánál, amikor a csontokból újra emberi valóság lesz,
közösségi üzenetet jelent, a nép életének újjá formálását és annak lehetőségét. Így tehát ilyenkor, húsvétkor mi azt a hitet és azt a hagyományt is, és nemzeti múltunkat is megünnepeljük, amely Jézus Krisztus feltámadására épül. A mai történelmünknek és napjainknak is ez ad értelmet, hogy mi Jézus Krisztus feltámadásában hiszünk, nem egy régmúlt eseményben, hanem olyan valóságban, mely rányomja a bélyegét a mai életünkre is. Milyen érdekes eltűnődni azon, hogy nemzetünk történelmében voltak nehéz időszakok, talán olyasmi, mint a babiloni fogság, az csak 70 évig tartott, nálunk volt 150 éves török uralom, és mindez úgy nehezedett rá a mi népünk életére és Európa életére is, hogy a keresztény hitet korlátozta, veszélyezte, vagy üldözte, és éppen ezért a korabeli pápák fontosnak tartották a küzdelmet az idegen vallás, vagy az idegen hatalom elnyomásával szemben, és áldozatot hoztak, imádságos áldozatot és anyagi áldozatot is, hogy felszabaduljon Európa a török uralom alól. A mai fejjel azt lehet mondani, hogy Krisztus földi helytartója miért ilyenekkel foglalkozik? Miért politizál, mondanák ma egyesek? Miért szervez keresztes háborúkat? Szóval a mai ésszel már nehéz ezt megmondani, felfogni, de mégiscsak fontos ügy volt ez a pápák számára, és tegyük hozzá azt is, hogyha kinyitjuk a mai kalendáriumunkat, a katolikus naptárunkat, legalább három olyan ünnepet találunk benne, amely a török alóli felszabadulás emlék ünnepe lett. Kezdve 1456-tal, amikor a Végvárnak, Nándorfehérvárnak a felszabadítása, vagy a törökök visszaverése nyomán harmadik Kalixtusz pápa egy csodálatos ünnepet rendelt el a déli harangszóval együtt, mégpedig Urunk színeváltozásának ünnepét. És ami július 22-én történt 1456-ban, annak a győzelemnek a híre augusztus 6-ára érkezett Rómába, és így lett augusztus 6-a Urunk színeváltozásának ünnepe. Büszke voltam 1983-ban, amikor diákonus voltam Esztergomban papnövendékként, hogy én lehettem József Glemp bíborosnak és Maharski érseknek, aki János Pál pápa utóda lett Krakkóban, én lehettem a diákonusa azon az ünnepi szentmisén, amelyet Esztergom felszabadítása ünnepére, annak 300. évfordulójára rendeztek, Szobieszki Jánosra emlékezve, aki ezekben a napokban Bécs városát is felszabadította, és a bécsi felszabadulás emlékére egy másik csodálatos ünnepünk keletkezett, Szűz Mária szent nevének az ünnepe szeptember 12-én. És az a boldog 11. Ince pápa, aki ezt elrendelte, ami népünknek áldozatos támogatója volt, és úgy kell rá emlékeznünk, mint jótevőnkre. Biztos tudjátok, és jártatok számtalanszor a Budai Várban, a Hilton szállónál, a Mátyás templom közelében, ahol már 1936 óta ott áll boldog 11. Ince pápa szobra. Éppen ezért, mert törődött a kereszténység ügyével. És emlékezhetünk még a lepantói csatára is, és Szent Ötödik Piusztra, aki a rózsafüzér királynőjének az ünnepét rendelte el a tengeri csata emlékére, mert
az alatt, az ütközet alatt ő a rózsafüzért imádkozta, és ennek a győzelemnek is emlékünnepet állított. A feltámadás, a személyes feltámadásunk hite egy közösségnek, a népnek, vagy egy földrésznek, mint Európa, megmaradásának, vagy feltámadásának ügye elválaszthatatlan a húsvéttól. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nekünk ma ennek szellemében kell ünnepelnünk, és örvendeni annak, hogy mi az Úr Jézus édes igáját, könnyű terhét hordozhatjuk, szelíd terhét hordozhatjuk. Olyan szépen fogalmaz Márfi Gyula, veszprémi érsek atya, aki Európát jellemezve azt mondja, hogy Európa levetette magáról Jézus szelíd igáját, és kezdi felvenni Mohamednek a sokkal nehezebb, súlyosabb igáját. Tehát, ha erre a nihilista, erre az elvtelen vagy érzékeny állapotra és kiüresedett, vallásilag kiüresedett emberiségre valóban rászakad valami más külső erő, akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy az a keresztény Európa összeomlik. Ha mi nem vagyunk hitvallóak, hogyha mi nem tesszük hozzá a mi magyar keresztény hitvalló életünket, nem küzdünk azért, hogy megmaradjunk a hitben, a nemzeti hagyományainkban, a kereszténységben, bízva számunkra oly kedves Szent Pió atya jóslatában, aki úgy véli, hogy Magyarország által és a mi hitünk által majd nagy öröm árad ki Európára, és olyan megújulás, amelyben a mi őrangyalunk, magyarok szent őrangyal, akit most itt is tisztelünk már a templomunkban, oltalmunkra kell. Legyen tehát mind a személyes hitvallás, mint pedig a közösségi tanúságtétel váljon mindannyiunk javára, helyi közösségünk megerősödésére, a nemzetünk megerősödésére, mert csak akkor maradhatunk meg ebben a világban is, és csak akkor születhetünk meg az örök életre, a feltámadásban, ha mi is hittel valljuk, hogy Jézus Krisztus feltámadt, valóban föltámadt. Amen. Hiszek az egy Istenben, testvéreim, Krisztus feltámadott, ő a kezdet és a vég, a szent, erős és halhatatlan Isten,
általa terjesszük kérésünket mennyei atyánk elé. Tartsd meg, Urunk, húsvéti szent örömben szent atyánkat, lelki pásztorainkat és hívő népedet. Legyen velünk, édes hazánkkal és az egész világgal a te békéd. Szítsd fel a keresztség kegyelmét minnyájunkban, akik a keresztvízben meghaltunk a bűnnek, és feltámadtunk az új életre. Feltámadásod győzelme bátorítsa a betegeket, az öregeket és a szenvedőket. A halálon aratott diadalod juttassa el megholt testvéreinket a feltámadás dicsőségére. Mindenható örök Isten, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen, és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, újongó húsvéti örömmel ajánljuk fel áldozatunkat,
amely által csodálatosan újjá születik és növekszik egy házad, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! És a te emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengik és vég nélkül éneklik. Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, s vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, segédpüspökeivel, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgálóidról, hívő közösségünkről, szeretteinkről és jótevőinkről, lelki pásztorainkról, média apostolainkról és egész nemzetünkről. Emlékezzél meg minden jelenlévőről és a televízió nézőiről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. Amikor most megünnepeljük a mi Urunk Jézus Krisztus testi feltámadásának szent napját, a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk, Istenünk, fogad megengesztelődve ezt az áldozati adományt, tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől, felajánljuk neked azokért is,
akik új életre születtek vízből és Szentlélekből, és elnyerték minden bűnük bocsánatát. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd, kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak, Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szeretteinkről, jótevőinkről, templomunkban nyugvó híveinkről, lelki pásztorainkról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe.
Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyán, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Jöjjön a mi mennyben, a mennyei ma, és bocsáss meg védkeinket, védkem is megbocsájtom, az ellenünk védkezzetben, és ne légy minket kísértésben, de szabíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy eljöjjön valamit, hanem csak egy szóval mondom, és megjövő az
Ha nincs rá lehetőség, hogy valósággal megáldozz a Szent Misén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben, égő vágyakozással egyesülve az üdvözítő életadó testével. Szalézi Szent Ferenc. Jézusom Istenem, hiszem, hogy irántam való szeretetből szenvedtél és meghaltál a keresztfán. Hiszem, hogy az oltári szentségben jelen vagy, mert te mondtad, aki örökké igazmondó vagy. Jézusom Istenem, mindennél jobban szeretlek. Teljes szívemből és minden erőmből szeretlek, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Irántad való szeretetből szánom és bánom, hogy megbántottalak, de többé nem vétkezem. Inkább meg akarok halni, mint vétkezni. Utánad vágyodik a lelkem. Jöjj Jézusom, jöjj szívembe és maradj velem. Átkarollak, mintha valóban bennem volnál. Örök hála jóságodért. Ámen.
Könyörögjünk. Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd egyházadat, hogy húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőséges feltámadásra Krisztus, a mi Urunk által. Amen. És most imádkozzunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyán, minden élet forrása, üdvözlj a szent lelkedet, hogy az önmagát értünk elállózó, és a szolgálati szentséggel bennünk lejő Krisztus, elismerjük, és érjük a szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, a barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk, adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elhiggyük mindenekkel. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ feletti megújulására szolgálja. Amen. Most pedig az irgalmasság kilencednek harmadik napjára vonatkozó imádkozom el. Ezzel készülünk az irgalmasság vasárnapjára, április 8-ára, Szent Faustina nővér gondolataival és a neki adott magánkinyilatkoztatás alapján. Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon. Ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp. Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságot kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek kegyelmedet, védj fel minnyájunkat, legirgalmasabb szíved hajlékába, s tartsott minket az egész örökké valóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, amellyel szent szíved a mennyei Atya iránt lángol. Kifürkészhetetlen az irgalom csodája, sem a bűnös, sem az igaz, nem képes átlátni. Mindenkire könyörülő szemmel nézel, mindenkit szereteteddel érsz el. Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeért áld meg őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a szent hit kincsét soha el ne veszítsék. S hogy majdan az örökké valóságon át, az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Amen. Kedves testvéreim, néhány percre még ünnepi türelmeteket kérem. Néhány gondolatot, illetve a hirdetést szeretném átadni nektek. Elsősorban a jó kívánságainkat munkatársaim nevében is, a gazdagréti kedves híveknek, családjaiknak, munkatársainknak, vendégeinknek, önkénteseinknek és médiaapostolainknak, a televízió kedves nézőinek. A legnagyobb ünnepünk a húsvét alkalmából a feltámadás hitét és örömét, a feltámadt Krisztus békéjét és kegyelmét kívánom Isten áldásával. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Megköszönöm mindazoknak a fáradozását, akik egyházközségünk számára húsvét ünnepét előkészítették, szép és tartalmassá tették, megrendezték, végig szolgálták, vagy áldozataikat, szenvedésüket, imáikat,
másokért felajánlották. Köszönet az énekkarnak és gittárnak, organistánknak, Péternek, a felolvasóknak, minisztránsoknak, áldoztatóknak, a sekrestyében fáradozóknak, a háttérszolgálóknak. Hálásra megköszönöm a mai ünnepi szentmisén Ötvös Csilla művésznő közreműködését, ahogy teszi ezt ünnepről ünnepre itt közöttünk. Köszönjük a szép szolgálatot a mai alkalommal, Mászkányi Ave Máriáját, amelyet hallhattunk az ő előadásában. Köszönet az önkéntes templom takarítóknak, díszítőknek, porta szolgálatosoknak, a szeretett vendégségek rendezőinek. Köszönet az események megörökítőinek, fényképen vagy tévé felvételen, a média munkatársaimnak, akik végig közvetítették a Szent Háromnap ünnepi eseményeit. És köszönet az adakozó híveknek, közösséget építőknek és gyarapítóknak, minden imádkozó, jószándékú testvérünknek. Mint említettem az imént, és az imádságot el is mondtuk már, ima 8-at, illetve most 9-et tartunk 8-ára készülve, amely a jövő vasárnap húsvét 8-a, ezért erre a nagy ünnepre, az isteni irgalmasság vasárnapjára készülve imádkozunk édes hazánkért, hogy keresztény hitünkben, értékrendünkben, hagyományainkban megmaradhassunk, és ezzel az imával is készülünk a közelgő választásokra. Örömmel jelzem, hogy sok felajánlás érkezett a templomunkban szervezett örökimádásra, így a jövő vasárnap, az isteni irgalmasság vasárnapján megkezdődhet a Szent Pió kápolnában az oltári szentség folyamatos imádása. A 10 órai szentmise után helyezem el majd az eukarisztiát a Szent Pió kápolnában az imádási helyére, de továbbra is várjuk és kérjük még a jelentkezéseket a portaszolgálatnál, hiszen vannak még azért üres időpontok, és kérem, hogy azok is iratkozzanak fel, akik nem tudnak rendszeresen vállalni órákat, de alkalmanként tudnának jönni. Az áldozataitokat megköszönve egyúttal azt is jelzem, hogy a téli időszak eléggé megterhelte a plébániánk költségvetését, a február hónap fogyasztásai, amit az elmúlt hónapban, márciusban kellett kifizetni, 500 000 forintot tesznek ki, és ezért a jövő vasárnapi templomi gyűjtésünkben a közösségi kiadásainkra fordítjuk a figyelmet. Kérem a megértéseteket és a támogatásotokat, mert ez a úgynevezett rezsiköltség ilyen téli időszakban igen megterhelő, tehát külön gyűjtést kell ennek érdekében rendeznünk. Mielőtt valaki megijedne a most következő témától, előre jelzem, hogy innen az Ambótól, az isteni ige helyétől, az ige hirdetés helyétől nem fogok kampány üzenetet tolmácsolni. Ezzel szemben az erdélyi érsek atya, Jakubinyi György, gyulafehérvári érsek úr néhány gondolatát és egyházunk tanítását szeretném idézni. Ezek a gyulafehérvári főegyházmegye egy korábbi körlevelében jelentek meg ezek a gondolatok, ez a főpásztori üzenet, amelynek tartalma mindig aktuális, most is. Az érsek úr felhívja a figyelmet arra, hogy a vatikáni zsinat a Gaudium et Spes okmányában a következőket tanítja. A közjó érdekében mindenkinek nem csupán joga, hanem kötelessége élni a szavazás lehetőségével. Isten szolgálja Márton Áron püspök
1947-ben egyik körlevelében figyelmeztet, nem ülhetünk ki az útszélre, hogy a zajló életfolyását kívülről figyeljük. Nem zárkózhatunk be a templomba sem, hogy azt, ami a piacokon történik, ne lássuk. Az események az életünkön mennek keresztül, tehát ami történik, nem csak a világ dolga, hanem a mi dolgunk is. Jakubinyi érsek úr a következő buzdítást fűzi ehhez, nyilvánvalóan elsősorban az erdélyi híveknek szól, de általánosságban nekünk is. Mint mindig, most is azt kérjük kedves híveinktől, hogy menjenek el szavazni, és lelkiismeretük szerint olyan személyekre adják szavazatukat, akikről tudják, hogy egyházunk és népünk érdekeit védik, az egységet ápolják. Olyan jelöltekre, akik már bizonyítottak az elmúlt években, és a sok külső és belső támadás ellenére is hűek maradtak népünkhöz. Korunk emberét egyre inkább a létbizonytalanság jellemzi, a kiábrándultság, a széthúzás és a csalódottság napjaiban. Arra hívom fel híveink figyelmét és minden jó akaratú ember figyelmét, hogy életünk csak részben magánügy. Szavainkkal és döntéseinkkel beírjuk magunkat egymás életébe. Szavaink, döntéseink mindig közösségünk ügyét is alakítják, életünk minőségét formálják. Éppen ezért jogunk és erkölcsi kötelességünk gyermekeinknek felelősségteljes, népünk és nemzetünk értékeit hűséggel és becsülettel ápoló világot átadni, amelybe leadott voksaink, az ottani szóhasználat szerint szenátorokra és képviselőkre vonatkozó választásaink is beletartoznak. Egy másik érsek atyára is hivatkoztam a homiliában, Márfi Gyula érsek úrra, veszprémi érsek atyára, akitől már csak egy gondolatot említenék. Európáról egy általa megfogalmazott vélemény a bevándorlási tömegekről írja, hogy ezek a tömegek, ezeknek a vezetői jól látják, hogy megérett a helyzet a hitehagyott földrész elfoglalására. Segítséget jelent a teljesen elvilágiasodott európai vezetők naivitása. Ők nem számolnak a hit erejével, el sem tudják képzelni, hogy a széles tömegek vallásos meggyőződésében mekkora erő van. Ők csak pénzben és napi politikában gondolkodnak, és olyan európai értékekről szónokolnak, például szabadságról és egyenlőségről, amelyek Európában már nem is léteznek. Az egyenlőséget összekeverik az egyformassággal, a szabadságot pedig a szabadossággal, amely saját szenvedélyeik rabjává teszi az európai polgárokat. Ezek csak gondolatok a jövő vasárnapra előtekintve. Más kampányüzenetem nincs. Egyébként is megtudhatjátok szórólapokról vagy a heti válaszból, hogy erről én hogy vélekedem. De ti is bölcsen döntsetek és alakítsátok a húsvéti hitünk szerint, a feltámadás hite szerint családjaitoknak és nemzetünknek életét. Erre kérem most az ünnepi áldást, húsvét szent ünnepén. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten húsvét szent ünnepén, s védjen meg irgalmasan a gonosz cselvetéseitől, és minden bűntől. Amen. Ő, aki egyszülött fiának feltámadása által újjászült titeket az örök életre, töltsön el titeket a halhatatlanság minden ajándékával. Amen. És
is ti, akik az Úr szenvedése szent időszakának elmúltával, örömmel ülitek meg húsvét szent ünnepét, az ő kegyelmének segítségével jussatok el egykor a boldog örökké valóságba. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével, alleluja, alleluja. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátánhoz kísértése jelen végig tartani, esetekre kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyi és sereget vezérek, a sátánhoz és a többi rossz szellemek, akik a lelkeresztőnek körül járnak a ruhákat, Isten erejével taszít vissza a kárházat körülbe. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, Hagyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,